Edith, kérdése, konyhai dugulásra keresek megoldást, volt szakember, aki kitisztította, de akkor se folyt le jól a víz. Valahol zsír lehet, ami eldugította, és ebben kérném a segítségüket. A cső nagyon vékony, nem megfelelő volt, nem megfelelő volt beszerelve. Igen. Jó. Amit alapvetően tudunk a dugulásra ajánlani, otthoni háztartási dugulásra, az a dugulás elhárító. Nagyon-nagyon fontos, hogy ez egy nagyon erős, nagyon hatékony dugulás elhárító, ami gyakorlatilag feloldja a zsírt, tehát hogyha ez egy zsíros dugulás, nem egy valami fizikai tárgy állja el a víz útját, akkor gyakorlatilag ez meg tudja szüntetni ezt a dugulást. Egyszerűen bele kell önteni 2 decit a lefolyóba, és várni vele legalább 20 percet, és utána forró vízzel leöblíteni. Hogyha ez nem segít, akkor először ugye mindenféleképpen a 2 decivel próbálnám meg, majd utána esetleg többet lehet belerakni. Ezt ki kell kísérletezni. És ami fontos még, hogy utána karban kell tartani, tehát hetente, két hetente, attól függ, hogy mennyire vastag a cső, itt most jelen esetben vékony. Egy 0,5 decit, 1 decit lehet belönteni, így van. Okay. Ez nagyon fontos volt. Még egyébként van egy trükk, amit én szoktam csinálni, hogy bedugni a lefolyót, forró vízzel fölengedni, kihúzni a dugót, és akkor egyszerre megy át rajta a forró víz, szokott segíteni. Fantasztik. Tehát ha zsír, akkor el fogja távolítani, ha féltégül, akkor azt nem.